2014-2020-as Európai Uniós pénzekből adódó fejlesztési lehetőségeket tekintette át egy konferencián az Airport Metropolis Régió Cluster. Ez egy olyan időszak lesz a közép-magyarországi régió számára, amikor összesen 300 milliárd forintos uniós pénz lehívására lesz lehetősége Budapestnek és Pest megyének közösen. Ez 6-szor kevesebb, mint a többi régió átlaga. Ráadásul döntő többségében olyan pályázatok lesznek elérhetőek, amik a vállalkozások innovációs és kutatásfejlesztését támogatják. Vásárokon való megjelenés, külpiaci stratégiai építésnek a támogatása, illetve a vállalkozások együttműködésének a támogatása, klaszterek, más együttműködési platformoknak a kialakítása. Ilyen célokra vannak, illetve lesznek elérhető források a VECOP keretében 2014-es 20 között. A reptéri klaszter 2 éve azért jött létre, hogy a környező települések önkormányzatai és vállalkozásai közösen gondolkozva felgyorsítsák a Ferihegyi légibázis környékének fejlesztését. Ennek egyik sarokköve lesz várhatóan a novemberben elinduló gyorsforgalmi út 2x3 sávossá alakítása, majd a közvetlen vasútvonal kiépítése a belváros pályaudvaraival. Területfejlesztési fókusz tovább marad. Szeretnénk a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel közösen, ahogy a sikeres exporeálós bemutatkozást megejtettük most október elején, jövőre 2 nagy nemzetközi rendezvény lesz, amin meg szeretne jelenni a térség. Ezen felül a turizmus területén, a logisztikai szolgáltatások területén szeretnénk, hogyha a térségben jelenlévő szereplők közösen kezdenének gondolkodni. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre a következő években 50 milliárd forintos fejlesztés érkezik. Már elkezdődött egy új hotel építése, egy új logisztikai központ tervezése, valamint új utasmólót is épít a reptér tulajdonosa. A reptéri klaszter tagja is érzik már a változást. Ennek az együttműködésnek a keretében sikerült egy nagyon komoly kutatás-fejlesztési projektet megvalósítani a kerületben. A Lufthansa Techniknek a mérnök központja költözik a 18. kerület területére. Rövidesen most már a munkát is el fogják kezdeni. Ez azért nagyon fontos, mert a Lufthansa most először telepít Németországon kívülre nem kétkezi munkát igénylő feladatokat és összeszerelést, hanem kifejezetten mérnöki munkát és nagyon nagy hozzáadott tudást igénylő munkafolyamatokat. Ez 50 mérnökállást jelent, és a hozzá kapcsolódó egyéb kiszolgáló személyzetet is. A Liszt Ferenc repülőtér vonzás körzetében megtalálható gazdasági vállalkozások és önkormányzatok által létrehozott klaszter kiemelkedő sikere, hogy most novemberben Budapesten fog ülésezni az Európai Reptéri Régiók Szövetsége. Ez azt jelenti, hogy a légi közlekedésben érdekelt szereplők vezetői testközelből ismerkedhetnek meg a Ferihegyi adottságokkal, lehetőségekkel.